Hát kezdjük akkor rögtön az olimpiával. Hellebrand Zoltán és Hellebrand Máté a vendégünk, akiket szeretettel köszöntök. Hát hosszú út után hazatértetek Rióból, és hát köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide a stúdióba, hiszen áruljuk el a nézőknek, hogy mind a ketten azért betegséggel küzdködtök, mert a klímán, a hőfok szabályozót úgy tűnik Brazíliában nem nagyon ismerik. Tehát van nagyon hideg, meg van olyan, hogy kikapcsolt állapot. Igen. Mondom, köztes nem nagyon van, és mind a ketten ilyen kisebb felső légúti betegséggel küzdötök? Igen, igen. Hát azt tudni kell, hogy Brazíliában bármilyen helység, ahova klímát lehet beszerelni, ott oda be is szerelik, és használják is. Még télen is, mert ugye most tél van Brazíliában, ami azt jelenti, hogy ilyen 25-26 fok körüli átlaghőmérséklet, és így is megy a klíma reggeltől estig, buszon, az üzlethelyiségekben, bárhol, és elég alacsony hőfokon. Uh-huh. Ilyenkor mit tudsz csinálni, mint versenyző? Ugye neked ott kint kellett készülni napokon, sőt heteken keresztül gyakorlatilag, és hát vigyázni kellett magadra, hogy nehogy megfáz, nehogy hasmenést kapj, vigyázni kell, hogy milyen ételt teszel, apropó étel. Hát küldtél nekünk egy üzenetet, hogy valami hatalmas volt a sátor az olimpiai faluban, tehát akkora volt az ételválaszték? Igen, ez Londonban is így volt. Ez ilyen szabvány az olimpiákon, hogy hányféle konyhának kell ott lennie. Szóval volt ázsiai konyha, olasz, európai, angol. Tehát mindenféle választék volt. Viszont így is egy idő után, ugye 3 hétig voltunk, egy kicsit unalmas lett. Szóval reggeltől estig ugyanazt tenni, az egy kicsit úgy unalmas. Hát hiányzott a jó magyaros étel. Így van. Ilyenkor gondolom azért arra is figyelni kell, hogy mennyi szénhidrátot visz be az ember. A verseny után azért, amikor, ami hál' Istennek nagyon jól sikerült, elengedheti egy picit magát már az ember, hogy akkor jó, akkor most jöhet a sajtburesz, vagy bármi, ami egy kicsit talán nem annyira egészséges? Igen, hát versenyig úgy csak szemezgettem az egészségtelen, vagy nagyon cukros ételekkel. Addig tényleg nagyon betartottam ezt, hogy egészséges táplálkozást, tényleg rizs, csirkemell, tényleg ilyen száraz húsok, illetve a folyadéknál is figyeltem, hogy ne cukros üdítőket igyak. Illetve volt egy gyors étterem is ott benne az olimpiai faluban, azt se látogattam a versenyig, viszont a verseny után bevallom szintén, hogy megfordultam ott párszor. Aha, jól esett neked is. Jól esett, igen. Hát én azt gondolom, hogy minden szülő nagyon büszke, amikor azt élheti át, hogy a gyermeke ott van az olimpián. És hát nektek ez már most másodszor adatott meg, hiszen Londonban is ott voltatok, elkísértétek Mátét, most meg Rióba. Hát azt áruljuk el a nézőknek, hogy ez jó kis szervezési munkát igényelt, mert heteket, hónapokat kellett rá készülni, amíg kijutottatok, és nem is volt olcsó mulatság mindez. Mennyire tudtatok kapcsolatot tartani Mátéval? Egyáltalán ilyenkor az embernek jó-e, hogyha ha ott van, tud-e neki segíteni, vagy inkább teljesen elzárkóztatok, és csak szurkolóként vettetek részt? Hát mi a verseny napján előtti napon érkeztünk meg Rióba, így Mátéval nem volt olyan kapcsolatunk. Versenykor találkoztunk vele, versenynek a napján találkoztunk vele. Szerintem jó érzés volt neki látni minket, és szerintem biztos vagyok benne, hogy tett rá egy pár másodpercet a szülői meg a baráti segítség, amikkel ott szurkoltunk. Kevesebb szurkolótábor volt, mint Londonban. Biztos vagyok benne, hogy erőt adott neki, jó érzés volt ott lenni szülőnek. Hát ez mindenkinek szerintem egy álma lehetne, hogy a gyerekét láshassa egy olimpián, és szurkolhasson neki. Egy baráti társasága főleg a világ másik végén. Jó érzés volt ott lenni. Utána végül Máté majdnem mindig velünk volt, és ez volt a szerencsénk, hogy verseny napja előtt mentünk, és így nem kellett kerülgetni egymást, mert ő a felkészülésében ő tudja a dolgát. Mi akkor el voltunk. Hoztatok jegyeket, tehát akkor eljutottatok ezek szerint versenyekre, meg egy kis ajándékot is, amit ezután is köszönök szépen, tényleg nagyon kedves tőletek, és hát ez egy igazi ereke, hiszen valóban Rióból, az olimpiáról származik, hogy tudtatok utána kikapcsolódni, tehát elmenni versenyekre, szurkolni a magyaroknak, akkor már felszabadultan így a verseny után? Igen, mert szervezett programok voltak, nekünk volt kint egy szervezőnk, aki egy idegenvezetéssel kapcsolatban nekünk rendelkezésünkre állt, a versenyekre már itthon megvásároltuk a jegyeket, ezek mind olyanok voltak, amilyen Premier League-es és főleg magyarokkal tele tűzdelt versenyek voltak, a kajakkanyaradon után láttuk két aranyérmét, kétszer énekeltük el a himnusz, és ott Máté is ott volt velünk folyamatosan minden versenyen, ahol mi részt vettünk, az atlétikán is, a Tyuszén voltak, láttuk a 400-as döntőjét, csodálatos élmény volt. Láttuk Cselacina Katinkának az ezüstérmét, és ahol, ott mindenhol Máté velünk volt. A kikapcsolódás pedig meg lett szervezve, és ez tényleg egy nagyon nagy szervező munka folyt, előtte már egy egész évvel
meg kellett ezt szervezni, és az volt a nagy szerencsénk, hogy Máté mindenhol velünk tudott lenni, sőt, még a szállodánkban is ott volt jó párszor, nem a faluba út, mert ott velünk tudta tölteni, és a barátom, most már mennyasszonyával az egész időt, és ez jó, nagyon jó érzés volt. Igen, hát azt, ha már említetted, ugye az, mi is úgy harangoztuk be, hogy egy újabb aranykarika, egy Máté aranya, mert hogy jól tudom azt, hogy te már fél évvel ezelőtt megvásároltad ezt a gyűrűt, és otthon kellett dugdosni, senki nem tudott róla, még a szüleid sem, senki erről a lánykérésről? Nem, tényleg senki nem tudott róla. Hát próbáltam úgy tényleg titokban tartani, hogy igazi meglepetés legyen, illetve hogy még véletlenül is derüljön ki egy-két elejtett mondatból. Hát igazából már úgy voltam vele, hogy eljött az ideje annak, hogy komolyabb szintre lépjünk Ivettel, és úgy gondoltam, hogy ez túl nagy magas labda ahhoz, hogy ezt ne használjunk ki. Ugye egy gyönyörű helyen voltunk, elmentünk egy ilyen csendes utcai szigetekre hajókázni, és úgy gondoltam, hogy az a tökéletes helyszín és a tökéletes alkalom arról, hogy megkérjem a kezét. Nagyon megdöbbent? Meglepődött? Igen. De hát igent mondott. Igen. Nyugtass meg mindenkit. Picit a versenyről is beszéljünk. Én kérdeztem tőled, maradt-e még benned másodperc, hiszen egyrészt meleg volt, nagy volt az iram, élesek voltak a kanyarok. Maradt benned? Maradt. Ugye úgy utaztunk ki az olimpiára, hogy az az elsőleges cél, hogy az egyéni csúcsomat megjavítsam, illetve helyezésben is javítsak a londoni eredményemen. Ez sikerült mindkét dologban, viszont még így is kicsit úgy bosszús vagyok magamra is, mert lehet, hogyha kicsit bátrabban kezdek, vagy ha nem szerzek két figyelmeztetést, akkor tényleg ki tudtam volna magamból adni a maximumot. Így utólag úgy mondom, most azt mondom, hogy egy fél perc még benne maradt ebben a versenyben, ami helyezésben is sokat jelentett volna. Az azért nem kevés, tehát igen. Fél perc. Igen. Lesz még rá alkalom, majd legközelebb, legfeljebb Tokióban, igen. Viszont egy nagyon jó döntést meghoztatok, legalábbis ez az én személyes véleményem, hogy az 50 kilométert nem vállaltátok be. Én néztem azt a versenyt, meg apukáddal beszéltünk is telefonon, hogy hát az brutális volt. Tehát ott én azt láttam, hogy a próbált versenyzők, akik már nagyon sok 50 kilométer van a lábukban, azokat is bizony megfogta, és sokan fel is adták a küzdelmet. Igen, hát ehhez szerencse is kell. Mi pont egy olyan napot fogtunk ki, ahol nem volt extrém meleg, nem volt extrém párás levegő. Jó szeles napot fogtunk ki, és tényleg az időjárásra semmi panaszt nem tudok mondani. Viszont az 50 kilométereseknek a versenyén tényleg nagyon meleg volt, tűző nap volt, és az tényleg... Uh-huh. Megerült az eső is esett, ha jól emlékszem, és párás is volt a levegő, stb. Igen. Tehát nem lett egyszerű. Még gyorsan egy picit azért a riói körülményekről, mert hogy mi hallottunk elég rossz híreket is, hogy kirabolják az embert, hogy nem olyan a színvonal, a szálloda színvonal, stb. Ti mit tapasztaltatok kint? Hát ezeket a negatív munkat, amiket leadott a sajtó, ezeket mi ott nem tapasztaltuk. Mi ott a biztonság az tökéletes volt, közlekedés nagyon-nagyon szuper volt, meg volt ugyanúgy oldva, mint Londonban. Tömegközlekedéssel kellett menni, tökéletes volt. Az étkezés tökéletes volt, azok a rengeteg gyümölcsöt esznek. Azok az ételek, amiket mi ettünk, semmi probléma nem volt velük. Mondom, a közbiztonság pedig az csodálatos. Képek vannak róla, hogy tényleg olyan biztonságban érezhettük magunkat, amit én Londonban éreztem, és Londonban is ugyanez volt. Szóval nekem nem volt meglepő az, hogy géppisztolyos emberek között kellett ezt sétálnunk, mert ez a megnyugvást, a biztonságot jelentette nekünk. A sportolókra is, az olimpiai faluba is csodálatos élmény volt bemenni, ott is a biztonság, a közbiztonság, ami a világ legnagyobb elitje a sportolóknak, olyan biztonságban érezhették magukat, hogy az tökéletes. Szóval én, nekem és szerintem Máténak is a biztonságról, az étkezésről csak jó tapasztalatot, és ezt csak ott lehetett megtapasztalni, aki ott volt, mert amúgy én is úgy utaztunk ki, mi is, hogy mindenre fel voltunk készülve. De minket nagyon, nagyon pozitívan érintett meg az egész dolog. Kedvesek, aranyosak. Nincs semmi olyan negatívum az kintlétünk alatt, amit én el tudnék mondani. Nagyon, nagyon jó volt.
órákat beszélgethetnénk még, azt gondolom, az olimpiáról. Még egy gyors kérdés, itt az olimpiai faluban sikerült-e sztárokkal közös selfit készíteni, vagy találkozni? Hiszen nem akármilyen, amikor az emberre szembe jön mondjuk egy Michael Phelps, vagy egy Usain Bolt, vagy stb. Szóval mennyire voltak partnerek? Pont a két említett úriemberre találkoztam, velük nem... Akkor ráhibáztam. Igen, velük nem készítettem selfit, de úgy hallottam, hogy nem is nagyon engedték, mert akkor nem lett volna egy nyugodt percük, hanem mindenki velük akart volna fényképezkedni. Ellenben minden magyar aranyérmes sportolóval találkoztam, ugye egy épületben laktunk, és ők nagyon kedvesen, és tényleg nyugodtan lehetett velük fényképezkedni és beszélgetni. Hát én azt kívánom neked, hogy mondjuk 4 év múlva majd Tokióban a többiek mutogassanak. Ott jön Hellebrand Máté, akkor egy közös fotó gyorsan csináljunk vele, mint magyar érmessel. Hát ha összejön, akkor leszel talán a legjobb korban majd így, legalábbis a gyaloglás szempontjából. Úgyhogy még jócskán van benned minimum egy, de lehet, hogy még 2 olimpia is. Mondjuk egy budapesti sem lenne gyenge, hogyha az összejönne. Gratulálunk még egyszer az egyéni csúcshoz, az eredményhez, az utazáshoz, meg hát neked meg a kisfiathoz, aki most már ugye vőlegény. Köszönöm. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy befáradtatok. Mi pedig akkor most a repülőnappal folytatjuk, mert hogy vasárnap repülőnapot tartanak kint a repülőtéren. Ez egy ingyenes rendezvény lesz, úgyhogy jöjjenek a részletek.